Tizedik rész. Hogyan olvassuk a Jézusról szóló evangéliumi történeteket? Kedves hallgatóink, kilenc előadás hangzott el eddig Jézus életének egy-egy részletéről, vagy összefoglaló jelleggel egy-egy kérdésről, ami erre az életútra vonatkozhat. Most álljunk meg egy pillanatra, és épp ott álljunk meg, ahol Nemrég tartózkodtunk, egy nagyon rövid történetet idéztünk magunk elé, és ez volt Zákeus története, Lukács evangéliuma a 19. fejezet első tíz verséből. Fölelevenítettük ennek a történetnek érdekes vonásait, főleg azért, mert választ akartunk kapni a kérdésünkre, hogy miért e történet végén összegezte Jézus egész földi életét ezzel a kijelentéssel, ez egy ilyen összefoglaló <coughs> megjelölés volt, hogy mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És így felmerülhet a kérdés, hogy hogyan is olvassuk a Jézusról szóló történeteket, hogy mennél többet megértsünk ezekből, és minél mélyebbre lássunk ezekben. Sokak teszik fel ezt a kérdést, magam is föltettem, amikor először az 1970-es évek végén elmentem Budapesten különböző bibliakörökre, bibliai előadásokról megszólalt egy-egy részlet és ugye a fejemhez kaptam, és azt mondtam, hogy hogy, hogy ebben a történetben ez van, és én ezt nem láttam meg. Hogy, hogy az előadó ezt meglátta, talán nem csak belemagyarázza, nem, nagyon sokszor éreztem, főleg Cseri Kálmán biblia magyarázatain, Vankó Zsuzsa Egervári Oszkár biblia magyarázatain, hogy ők ezt nem belelátták, ez így van a történetben, csak ők ezt jobban megfigyelték, ők jobban olvasták, mint én magam, és ezért nem magából a Bibliából, hanem egy előadás során értettem meg a történetek bizonyos vonásait. I. és Gyulának van az a nagyszerű kijelentése, amelyet a 60-as években kiadott ingyen lakomat című tanulmány kötetének bevezetésében tett, és amely valóban nagyon nagy mondás, ami így hangzik, hogy nálunk Hamarabb hódított az írás, mint az olvasás. Valahogy az emberek jobban szeretnek írni, megírni, leírni, mások tudomására hozni dolgokat, és kevesebbet foglalkoznak azzal az emberek, hogy jól megtanuljanak olvasni. Aztán I. és Gyula mellett olvastam Pirinszki Jánosnak azt a megjegyzését, hogy pedig az egész életünk azon múlik, hogy jól megtanulunk-e olvasni. Mert nem csak írásokat kell olvasni, nem csak könyvet kell olvasni, hát olvasni lehet és kell is a természetben. Leülünk egy csodálatos táj elé, csöndben maradunk, és hagyjuk, hogy az a táj, az a hegyvidék, az a domvidék, vagy az az erdő, vagy folyó részlet, az hasson ránk. Ez is egy olvasása például a természetnek. Vagy meg kell tanulnunk olvasni emberek tekintetében, magatartásában, vagy mit miért csinál egy ember, mit miért mond, vagy éppen hallgat el. Az életünknek a nagy feladata az olvasás megtanulása, de természetesen az igazi olvasás az igazi nagykönyvek helyes olvasása. <laughs> a Biblia aztán igazán nagykönyve, a könyvek könyve, és azon belül is az evangéliumok, amelyek elébb állítják Jézus életét, hogyan tudjuk jól olvasni az evangéliumokat, hogyan tudjuk jól olvasni például Zákeusnak a történetét. Újra olvasom ezt a rövid történetet, Lukács Evangélium a 19. fejezet első versétől. <laughs> és bemenvén által ment, már mint Jézus, Jerikón. És íme volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő volt, és gazdag. Már is megállok az olvasásban. Hát miért állok meg, még szinte el se kezdődött a történet? Azért, mert a Bibliának nagyon rövid, tömör a stílusa, amit a Biblia elmond, abban mind jelentés van. Ha olvasunk Jerikóról, egy kicsit járjunk utána, hogy mi volt ez a Jerikó. Ha olvasunk arról, hogy ezt a bizony Zákeust, aki majd előttünk fog állni, úgy ismerték az emberek, hogy fővámszedő volt, tehát valószínűleg a vámosoknak a parancsnoka, vagy egy előkelő előjárója a vámszedőknek, és gazdag, ezt is egy kicsit értékelnünk kell. A Bibliát értve kell olvasnunk, gondolkodva kell olvasnunk. A gondolkodva olvasásnak a, a legjobb gyakorlata az, ha kérdéseket teszünk fel, mint itt is, hogy hol volt ez a Jerikó, miről volt akkor híres, vagy a vámszedőkről mi az eszünkbe. Ha ezeket a kérdéseket föltesszük, Kicsit megállunk, letesszük a Bibliát és elgondolkozunk, akkor biztos, hogy olyan gazdagodással indulhatunk neki a folytatásnak, ami majd segít az eligazodásban, vagy a dolgoknak a mélyére jutásban. Jerikóról tudnunk kell, hogy Jeruzsálemtől észak-keleti irányban feküdt a Jordán felé, tehát ha valaki elindult Jeruzsálemből és nem csak észak vagy északnyugat felé ment, mert arra általában nem mentek az emberek a Samária tartományán vezetett keresztül, Samáriában pedig vegyülékes népesség élt a szamaritánusok vagy samaritánusok, akiket az időszámításunk előtti 8. században telepítettek be az asszírok, amikor meghódították ezt az országrészt. Azóta ez a vegyülékes lakosság, egyébként úgy tudom, hogy mind a mai napig, van ilyen, hogy samaritánus vallás is például, egy kicsit elkülönült a zsidóságtól, és a samaritánusok és a zsidók között egy bizonyos feszültség, bizonyos értemben ellenségeskedés fejlődött ki, és ezt az utat elkerülendő választották a Jerikói utat, tehát nem északra, észak nyugatra mentek a rokonokhoz Galirába, hanem észak-kelet felé vették az irányt, és úgy Jerikon át a Jordán másik partján közelítették meg az északi országrészt. Jerikó a Pálmánk városa volt. Az Ószövetségben is sokat olvasunk róla, már Józsué könyvében a híres részet Jerikónak a bevétele és az azelőtt és azt követő jelenetek, ugye a Jerikóban élő asszonynal, aki az izraelita kémeknek búvó helyet biztosít, magának Jerikónak a bevétele is, a régészeti feltárások, amelyek a 19. főleg a 20. században bizonyították, hogy a Biblia, amit elmond, az hiteles és valós tény. Aztán az Ószövetség más egyéb helyein is olvashatunk Jerikóról, de azt tudhatjuk, hogy Jerikó a Pálmák városa volt, egy csodálatos zöld város, a nagy sivatag kellős közepén valaki azt mondta, hogy egy olyan smaragdhoz hasonlítható város volt, egy értékes város tele, különleges növényekkel, rózsákkal, átvonulási hely, helyével a karavánoknak, és itt bizony nagyon sok vámos, vámszedő élt tehát. Zákeusnak a megjelenése egyáltalán nem meglepetésszerű. Ennyit tehát Jerikóról. Ez egy nagy város, egy szép város volt, és Jézus átment ezen a városon, és itt történt a két vaknak, akik közül egyiket név szerint is ismerünk, Bartímeusnak a meggyógyítása, hogy Jézus visszaadta nekik a szemük világát. No de mit tudunk a vámszedőkről? Ez a másik kérdésünk. A vámszedőket a korabeli lakosság, ahogy azt gondolom, hogy a mindenkori lakosság általában nem szerette. Azért, mert a vámszedők szigorúak voltak, esetleg többet is elvettek az emberektől a kelleténél, meggazdagodtak, hogy az irigykedés az emberi világban kiiktathatatlan, hát ha még ennek valós oka is van, akkor pedig ezzel együtt kell élni. Tehát biztos, hogy Zákeus nem örvendett köztiszteletnek, vagy nem süvegelték meg az emberek, hanem inkább elfordultak tőle, inkább megvetőek mondták el otthonaikban ennek, annak, amannak. Tehát a vámszedők között élő zákeusnak meglehetősen nehéz lett volna Jézus közelébe férkőznie. Innen jön tehát a folytatás. És igyekezett Jézus látni ki az de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy termete szerint kis ember volt. Itt megint álljunk meg. Ha a Biblia éppen ezeket a dolgokat véli jónak elmondani, biztos, hogy ezeket nem azért mondja el, hogy a kíváncsiságunkat kielégítse, hanem ezeknek mind értelmük van. Tehát, hogyha azt mondja a Biblia, hogy igyekezett Jézus látni, de a sokaságtól nem láthatta, ezzel már megerősödik az az érzésünk, amit az imént ki is fejeztünk, hogy Zákeus nem kívánatos ember volt a sokaságban. Ha tiszteletreméltó ember lett volna, biztos helyet szorítottak volna neki, hogy közvetlenül Jézus mellett menjen akár, vagy a közelébe tudjon férkőzni. De hogy Zákeust mennyire nem szerették az emberek, talán ez a kis szó is jelzi, hogy ő igyekezett Jézus közelébe menni, de nem tudott, mert egyszerűen zárult a kör, és nem engedték, hogy Jézus közvetlen közelébe furakodjék. Az is, hogy kistermetű ember volt, egy érdekes kijelentés, mert általában az alacsony termetű emberek, akik különösen alacsony termető emberek sokszor keresik az életben a kompenzálásnak az útját, vagyis hogy ők is nagyobbnak látassanak, és sokan ezért gazdagodnak meg, vagy törekszenek nagy hatalomra, aki kisebb emberek, hogy ők is megmutassák, hogy Hát kicsi a bors, de erős, és az alacsonyabbakat se lehet úgy félre szorítani, mert bennük is van tehetség, erő és hatalom vágy, hogy ez ki is elégítsék. Ezzel már is megtaláljuk a kulcsát annak, hogy mit is történt itt a következőkben, hogyan is történt meg ez a Zákeus-Jézus találkozás és előre futván felhágott egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. Kedves hallgatók, itt is álljunk meg egy pillanatra. Zákeus minden áron találkozni akart Jézussal. Itt már valóban egy nagy kérdés kell, hogy föltegyünk. Az eddigieknél sokkal nagyobb kérdést. A kérdés például így formázható meg. Miért akart ő mindenáron találkozni Jézussal? Az arcvonásaira volt kíváncsi? Bámész ember volt, kíváncsi ember volt? Vagy pedig mélyebb vágy sarkalta, például az, hogy ő egy megterhelt életet élt, vagyis hát sokszor igazságtanul elevet emberektől pénzt, Abból nagy házat épített, vagyonos ember lett, mint kistermetű ember, mégis egy előkelő valaki lett, akik, akit nem lehet csak úgy félre szorítani, de ő ennek a terhével élt, a bűneinek, a kabzsiságának, a fősvénységének a terhével, vagy éppen a félreismertsége terhével, mert lehet, hogy ő a lényeg legmélyén nem volt kabzsi vagy fősvény. Csak hát a lehetőséget ki akarta használni és engedett a kísértésnek, és erre az útra lépett. Hát akkor azért akar találkozni Jézussal, mert azt remélte, hogy Jézus megszabadíthatja ezektől a káros jellemvonásaitól? Hát hogyan is hihetett ő ennyire Jézusban? És itt, kedves hallgatók, ha mélyebben akarunk érteni egy bibliai történetet, itt nem csak, hogy meg kell szüntetnünk az olvasást, de itt előre-hátra lapozva a Biblia más történeteit is sorra kell kerítenünk. Például az első, hogy mit hallott eddig Zákeus Jézusról. Hát amint közvetlenül hallhatott, mert hát Jerikóban már meggyógyított két vakot, talán az ő fülébe is eljutott a hír, hogy ez a nagy távokat bejáró Jézus azért megáll, foglalkozik az egyes emberekkel, és itt az én városomban is két szerencsétlen embernek visszaadta a szeme világát. Tehát ez növelte a bizalmat Zákeusban, hogy igenis mehet Krisztushoz, mert hogyha Krisztus meggyógyított testi rendellenességet, mennyire inkább segít a a lelki rendellenesség meggyógyításában, az önzésnek, a mohóságnak, a kapzsiságnak, a, a hatalomvágynak az orvoslásában. Ez az első, ami, ami egy kicsit magunk elé hozza, közelebb hozza magunk elé Zákeusnak a, a jellemét. Aztán a másik, hogy vajon Zákeus nem ismerhette azokat a kijelentéseket, amelyeket Jézus előfutára keresztelő János tett a vámszedőknek. Hol beszélt keresztelő János a vámszedőkről és a vámszedőknek? Hát itt visszalapozunk Lukács evangéliumat, tehát ugyanez evangélium harmadik fejezetéhez, és ott a 12. versben azt olvassuk, hogy amikor keresztelő János a Jordánnál tanított, akkor így mondja, a Lukács 3.12-től a leírás, és eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondták néki, Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig mondta nékik, semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett. Hát ez megdöbbentő. Keresztelő János tehát nem azzal állt elő, hogy a vámszedők milyen erkölcstelen népség, azonnal hagyják ott ezt a nagyon is kétes értékű foglalkozást. Nem azt mondta, hogy a külsőségeken változtassanak, hanem Keresztelő János azt mondta, hogy minden, szinte minden emberi hivatást lehet űzni, Tisztességesen, becsületesen. Lehet valaki katona, rendőr, vámszedő, tehát még az erőszak szervezetnek a tagja is lehet valaki úgy, hogy, hogy becsületes, tisztességes, csak ami előtökbe rendeltetett, amit a törvény előír amit a lelkiismeret törvénye megenged, hát azt kérjétek az emberektől, ne sarcoljátok meg az embereket, ne éljetek vissza a hatalmatokkal, hanem csak annyit kérjetek az emberektől, amennyi jár az államnak, vagy jár a közteherviselésnek. Hát ez a második dolog, hogy a keresztelő János ilyen szeretettel viszonyult a vámszedőkhöz, és a vámszedők meg is tértek és megkeresztelkedtek, ez Zákeusnak tovább erősítette azt a benyomását, hogy aki, akiről keresztelő János beszélt, Jézus, hát az még inkább megértő lesz, és még inkább az én javamat akarja. És egy harmadik dolog. Ha ideig eljutottunk az evangéliumok olvasásában, már pedig ez már Jézus szolgálatának a vége felé van, akkor bizonyára emlékszünk arra, hogy ott a hegyi beszéd környékén, tehát Jézus fellépése után egy másfél-két évvel, Jézus nagyon határozottan tanítmányai közé hívott egy vámszedőt is. És ez a lévi Máté, akiből később evangélista is, tehát az első evangéliumnak ő a szerzője, ugye a másodiknak Márka, a harmadiknak Lukács és János a negyediknek, Hát ez a Máté, ez, ez annyira követte Jézust, egy vámszedő volt, de mégis rögtön követte Jézust, hogy a saját házába összehívta egyszer a, a többi társát, tehát a többi vámost, meghívta Jézust, hogy ne csak ő neki beszéljen, ne csak ő részesüljön Jézus szavainak igazságában, hanem a többi munkatársa is meghallgassa Jézust. Hát erről is tudhatott Zákeus, és ez tovább növelte a bizalmát Jézus iránt. És akkor mi már ott vagyunk, hogy szinte kikerekedik előttünk a kép, pedig nem is vagyunk kortársak, nem is vagyunk jerikójak, csak gondosan olvastuk a Bibliát, előre-hátra lapoztunk, és összehasonlítottunk, és számot vetettünk, és összegyűjtöttünk minden ide vonatkozó részletet, és akkor már többet értünk, hogy ez a, ez a zákeus minden áron találkozni akart Jézussal. Mert hitte azt, hogy Jézus megoldást tud adni az életére, hogy mit, azt nem tudta. De azt tudta, hogy ha ezzel a valakivel, ezzel a Názáreti Jézussal ő kapcsolatba kerül, az megoldást hoz majd az életére. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus látta őt, és mondta néki, Zákeus, hamar száj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. Itt jön a következő meglepetésünk, amit megint csak kérdésekkel írhatunk körül. Zákeus tehát felhágott egy eper fügefára. Ez egy kisebb fa volt, ugye Palesztinában nagyon sok fügefa volt, nagyon sok vadfügefa volt, ez a szikomorfa, ez olykor 15-25 méter magasra is megnőtt, ez volt a szegények eledele, itt eperfügefáról van szó, tehát egy Kisebb, szinte bokorszerű tüneményről, amely eltakarta Jézus elől Zákeust, de Zákeus nem is azt szerette volna, hogy Jézus őt lássa, meg azt sem szerette volna, hogy a tömeg is lássa őt, hanem ő szerette volna látni Jézust. És itt akkor már egy kicsit eláll a lélegzetünk. Mert akkor azt látjuk, hogy Zákeusban olyan lélek volt, ami bennünk talán nincsen még meg. De meg lehet, hogy vajon mi szeretnénk-e Jézus arcába nézni? Mi szeretnénk-e Jézus tanításaival szembesülni úgy, mintha Jézus mondaná nekünk és itt állna előttünk. Amikor Jézust megjelenítik a, a látomások, főleg jelenések könyvében nem mulasztják el elmondani, hogy Jézusnak milyen volt a nézése, szemei olyanok, mint a tűzláng, Olvassuk a bibliai leírásokban. Amikor Jézus a maga tiszta, átható tekintetével rátekintett valakire. Hát ezt a Jézust akarta látni Zákeus. Szerette volna látni, hogy Jézus hogy megy, hogy néz. És ha talán ez a két tekintet találkozik, ennek a találkozásnak a... a a valóságától, megvalósulásától várt valamit Zákeus, hogy aki ránéz, mint akinek szemei olyanok, mint a tűz láng. Én olyan családban nőttem fel negyedik gyermekként, hogy édesapámnak talán már nem kellett annyit nevelnie, mint három testvéremet, vagy már nem is tudott úgy nevelni, mert már idősebb volt, vagy nem is volt szüksége már úgy nevelni, csak rám nézett amikor valami csint tettem, vagy amikor az asztal körül egy kicsit túljátszottam a szerepemet, amikor vitatkoztam esetleg, vagy engedetlenkedtem, akkor a maga tiszta szemeivel rám nézett. És akkor egyszerre tudtam, hogy szokták mondani, hogy mi a beosztásom. Ha továbbra is folytattam a nem kellő jó magatartásomat, megint csak rám nézett. Akkor tudtam, hogy harmadikként már nem ránézés lesz, hanem ott valami más jön. Úgyhogy már a második ránézésnél tudtam, hogy mit is kell cselekednem. Zákeus is szeretett volna Jézus tekintetével találkozni. És ez megtörtént. Mert amikor Jézus arra a helyre jutott, Feltekintett Jézus Zákeusra. Hát megkérdezhetjük magunktól, hát nem tekintett ott sok más embere is Jézus? És ők is nem tekintettek Jézusra? De, kedves hallgatók, tekintet és tekintet között, nézés és nézés között különbség van. Péter is sokat tekintett Jézusra, ott élt vele együtt három és fél évig. Jézus is sokszor állt szemtől szembe Péterrel, de sokszor Péter, mintha hallatlanra vette volna Jézus szavait. Menj Uram, téged, ilyen velem ne, veled nem történhet. Jézusnak ilyet kellett mondani Máté 16. fejezete szerint neki, hogy távozz tőlem, sátán, sátán áll mögötted, Péter, az ő befolyásának engedelmeskedsz. Nem rám tekintesz, hanem a magad vágyait vetített ki rám. Hogy egyébként az ember életben sokszor szokott történni, hogy az emberek nem a másikat nézik, nem a másiknak a, a vágyait mérlegelik, vagy a másik személyiségét akarják megismerni, hanem a maguk képét akarják rávetíteni a másikra, hogy a másik olyan legyen, mint amilyennek ők elképzelik. Péter mikor találkozott Jézus tekintetével? Úgy, ahogy Zákeus is találkozott Jézus tekintetével. Lukács evangélium a 22. fejezete jegyzi ezt le, és érdekes, hogy Lukács, aki nem volt szemtelő, ennek úgy utána járt, hogy még ennek a tekintetnek, a két tekintetnek a találkozását is följegyezte. Tudnék, akkor, amikor Jézust kikísérték kajafás kihallgatási terméből, és Péter éppen harmadszor tagadta meg az urát, akkor odakapta a tekintetét Jézus felé. És Jézus is Péterre nézett, nem más felé. Nem nézett félre, nem vette hallatlanra, mi történt, de abban a tekintetben megrovó pillantás nem volt, vádaskodás nem volt. Volt egy szelítsége ennek a tekintetnek, hogy Nolán Péter, hát én megmondtam néhány órával ezelőtt, hogy mielőtt a kakas szólt, te már háromszor meg fogsz tagadni engem. És most a két tekintet találkozott. Péter riadt tekintete, Péter eszelősen fogatkozó tekintet, hogy soha nem ismertem ezt az embert, akit azelőtt még messiásnak fogadott el pár órával és pár héttel azelőtti vallomásában is, és Jézus szelít tekintete, ami azt sugalta, én nem haragszom rád, én láttam ezt előre, figyelmeztettelek is, te nem hallgattál rám, de most nem vádollak téged, hogy belestél a gödörbe, én most nem kárhoztatlak téged, hanem tanulj ebből, Péter, jöjj hozzám! És Péter sírva fakadt, és kiszaladt a főpap udvaráról. Zákeus ezután a tekintet után, hogy Jézus rá így tekintett, mint egy a megbocsátás tekintetével, Tett bűnvallomást aztán a házában, mondta el Jézusnak azt, amit el kellett mondania, amire talán már megérett az ő lelkében az elhatározás hogy akit nem tudok, amit elvettem tőle, hát akkor a vagyonon felét elosztom a szegényeknek, akiről meg tudom, hogy kit károsítottam meg különösképpen, nem akárhogyan adom neki vissza, hanem négy annyit is adok cserébe. Ha elvettem tőle húsz aranyat, akkor nyolcvan arannyal együtt adom neki vissza. Hát ez nem akármilyen elhatározás volt, de, de nem azt nézte Zákeus, hogy mennyire elszegényedem, vagy egy félházba kell majd ezután költöznöm. Zákeus azt nézze, hogy megszabadultam az ólomsújtól, megszabadultam a bűntől, mert a napestig való jajgatás miatt szinte szétmentek a csontjaim, hogy mondja Dávid a 32. Zsoltárban. Kedves hallgatók, így olvassuk a Bibliát. Lépésről lépésre, tudakozva, Tudakozz, vagy János 5. fejezete mondja, hogy tudakozzuk az írásokat, tegyünk fel kérdéseket, hogy Koménius mondja, kérdez gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s attól a másnak. E hárommal tanulója megelőzi a mestert. Mindannyian lehetünk, ha nem is nagy teológusok, de jó Krisztus értő, Krisztus szavainak pontos értői, olvassuk gondolkodva, kérdezze a Szentírást. Ebbe szerettem volna bepillantást nyújtani, újra elővéve Zákeus történetét. Száz kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán és járte itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni. Mit tudhatunk Jézusról, a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.